A Star Portrait című műsor legújabb részében Molnár Szabolcs beszélgető partnere Tóth Szabi, a Sugarlove zenekar tagja. Kérem, tekintsék meg a zenésszel készült interjút. A Star Portrait most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége a Sugarlove zenekarból Tóth Szabi, aki egyébként azt mondta, hogy zene bohóc, üdvözöllek. Hello. Zene bohóc, és azt is mondtad, hogy ha te mondod, akkor az úgy rendben van, ha más mondaná rád, hogy zene bohóc. Hát lehet ez egy kicsit ugye negatív. Lehet. Ez, de én úgy gondolom, hogy én igyekszem vidám ember lenni. Én úgy gondolom, hogy nekem egységes az én képem, tehát tisztában vagyok saját magammal, a kvalitásaimmal, illetve azzal, hogy nagyjából hol a helyem a világban, mit tudok, mihez értek, és talán mihez nem. Milyen jó magabiztos gondolat, hogy azt mondod, hogy én tisztában vagyok, tehát hogy is mondtad, hogy az én képed? Az én képemmel, aha. Tisztában vagy. Képzeld el, hogy ez azért érdekes, hát legalábbis mondom, igyekszem rálátni saját magamra, ugye azért elég sokáig kell tanulnunk ezt a saját személyiségfejlesztést. Gondolom én, hogy az életünk végéig sem sikerül ezt kitanulni, így, és majd ott látunk esetleg. Így igaz. Hát ott, igen, tehát abban is hiszek egy kicsit, hogy így a halálos ágyán az embernek így azért tényleg egy-két dolog így lepereg, és rájön nagy összefüggésekre. Ágyban fogsz meghalni, ezzel azt is akarod mondani? Hát én nagyon remélem. De tényleg ágyban akarsz? Én nagyon remélem, hogy egy nagyon kiadós aktus után fogok meghalni. Pont egy hihetetlen felpesdült pillanatban, amikor így az ember elernyed, és akkor annyira elernyed a testem, hogy akkor így kiszáll. Az egy szép halál lenne szerintem. Na igen, de vigyázz, hogy mit mondasz. Mert például azt mondtad, hogy így szeretnél meghalni, egyrészt, hogy ágyban, másrészt, hogy szerelmes dolgok igen. után, de hát az ember például már 80-90 éves korában nem biztos, hogy képes ilyen dolgokra, tehát ez azt is jelentheti, hogy lehet, hogy ez hamarabb lesz. Figyelj, nem, én azt azon vagyok, hogy a testemet felkészítsem már, hogy még 80-90 éves koromban is aktív legyek. De ilyen szempontból is, tehát mondjuk tényleg 89 évesen is ezek alapján a gondolatok alapján. A szexualitás nagyon fontos. Elnézést, hogy hipohonder vagyok. Ja, semmi baj. Hipohonder vagyok, tehát hogy nem szeretnék betegeskedni. Azt mondod, de ez nem csak, ez is egy kitalált dolog? Tehát biztos, hogy azt mondod, hogy mert az egy képzelt dolog, hogy azt képzeled, hogy mondjuk tehát konkrétan mondjuk igen. azt hiszed, most beteg vagy? Most nem. Most nem, de hogyha elkezdesz köhögni, akkor előbb-utóbb elkezdem érezni, hogy vagy az asztmám jön ki, vagy megfáztam, vagy torokgyulladásom van, tehát akkor ezzel ne is vicceljek. Mert például ez olyan... viccesen fogom föl. Tudnék szerintem olyat mondani, ami miatt esetleg elkezdenéd érezni. Biztos. Azért mondom, hogy akkor ezzel ne vicceljek. Nem, ezzel a családom sem viccel. Jó. De hogy nem. Tehát, hogy ez nem, tehát ez valahol egy betegség, valahol gyógyítható, valaki akar ebből gyógyulni, valaki nem akar ebből gyógyulni, nem. Valaki tud ebből gyógyulni. Én itt nagyjából ott a tudok, meg a... Tehát, hogy ezt így tudom kezelni, ezt a történetet. Tehát el tudod képzelni, hogy például elfelejtesz hipohonder lenni 15 év múlva? 15 év 10 múlva 10 évig simán. Nem jut eszedbe. 15 év múlva simán. Mi lesz igen. akkor? Nem tudom, hát nem akarom erre feleterelni a beszélgetést tényleg, de hogyha az embernek úgy gondolom, hogy van egy tényleg egy olyan... Ne adj Isten egy olyan betegsége, ami ezt az egészet átírhatja agyba, akkor ezt szerintem simán le lehet tenni. Na jó, de akkor nyilván zenekari dolgokat mondj, mert azért mégiscsak a Sugarlove zenekarral kapcsolatban, nem tudom, hogy ki mit gondol, én csak azt tudom, hogy én mit gondolok. Mit gondolsz róla? Én is most közben végig gondoltam, hogy ezt mondom, hogy én mit gondolok, akkor most itt megpróbálom hangosan megfogalmazni. Okay. Volt egy Sugarlove, sok-sok dalt hallgattunk, és én rádióban is játszottam sok dalt Sugarlove-tól éveken keresztül. A következő bevillanó gondolat most nekem, hogy a Sugarlove zenekarnak a weboldalán olvasok egy nyílt levelet tőled, őszinte gondolatokkal. Igen. Ó, amint csak néztem, hogy ó. De közben pedig az is bennem volt, hogy bárki elolvashatja egyébként sugarlove.hu.
Igen. Ott van most is. Igen. Másik gondolatom az volt, hogy milyen jó, hogy ilyen őszintén beszél ez az ember, te. Ez a következő bevillanó képem. Aztán ott leírsz sok mindent, sok érzést, uh-huh. amiből most is bármit, ami eszedbe jut, majd mondj el. És a következő kép pedig, hogy most egy teljesen újjá formált sugárlóf van, ami pedig annyiban sugárlóf, hogy te egyedül uh-huh. vagy, ami megmaradt a sugárlófból, és te, mint megmaradt egy személy, építettél egy új sugárlóf zenekart. Igen, de nem az én szerepem a fontosabb a zenekarban szerintem, uh-huh. hanem a dalok. Ne. Tehát, hogy én mindig a dalaimon keresztül próbálom meg elmondani azt, amit érzek és gondolok a világról. És innentől kezdve ezeknek az érzéseknek és a gondolatoknak a közvetítése a fontos. És az, hogy a sugárlóf zenekar ezeket az érzéseket és a gondolatokat közvetíti, az csak egy eszköz, az csak egy kommunikációs csatorna. Tehát maga a szellemiség, és mondom, a mondani való a lényeg, hogy ezt most ki interpretálja, az nagyjából lényegtelen. És egyébként kié a sugárlóf, vagy ez hogy van, hogy annak idején ez megalakult, és ki tudhatja magáénak, hogy aki ott marad, és például... Bárki magáénak tudhatja, aki ebbe szerepelt, vagy hozzátett bármit. Tehát a sofőrökön keresztül, a ródokon át, az egyéb zenészeken át, az énekeseken keresztül, a promóterek, a kiadók, a menedzserek, a koncertszerv, bárki. Na de ha most mondjuk fogja magát egy másik tag, aki igen. korábban sugárlóf tag volt, és azt mondja, hogy ő is épít egy sugárlóf zenekart, hiszen ő is sugárlóf tag volt. Tehát engem nem zavarna. Összedolgoznátok? Akár. Hát azt azért azt nem mondanám, hogy összedolgoznánk, de egyébként még az is lehet. De hogy engem abszolút nem zavar, amikor akár a Henny, vagy akár az Era, vagy bárki sugárlóf dalokat énekel a saját fellépéseim, vagy valamilyen helyszíne. Az első énekes lány? Igen. Szóval ezt is egyébként kevesebben tudják, hogy tehát mondom, idén 20 éves a zenekar. 20. A 20 éves, igen. Ugye nem az Era volt az első énekes, mert a Somlyai Peti volt így az első olyan énekes fiú, és akkor mi ugye oda datáljuk azt, amikor mi elkezdtünk sikereket elérni. Tehát nagyon kevesen tudják, hogy mi nagyon, ez is szerintem hangzik, de egyébként tényleg ismert zenekar voltunk külföldön. És aztán utána, amikor hát így a Peti ilyen magánéleti dolgok miatt kényszerült arra, hogy elhagyja a zenekart, akkor gondoltuk, hogy az annyira erős volt az ő jellege, az ő jelenléte, az, amit ő képviselt, hogy akkor azt mondjuk, hogy egy huszárvágással akkor a férfi énekesből átváltunk női énekesbe, és ekkor jött az Era. Na de akkor ott például, amikor azt mondod, hogy volt az elején férfi hang, igen. és nekem most nem ugrik be, de ott is volt slágerdal, ami már hogy rádiós. Volt. Az volt például a... Raga 2, az a bizonyos vízi hullás. Igen. Igen, igen. Egy igazi rádiós sláger. És utána szinte fura volt, hogy most akkor ott női hang jelent. Egyébként pont érdekes, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy a múltkor beszélgettem a Kopikonnal, aki ugye a magyar regi uh-huh. mozgalom egyik nagyon alapembere, és ő mondta, hogy nekünk ez a Raga 2 című dalunk, ez a vízi hullás dalunk, ez a magyar regi élet egyik meghatározó alapköve, és nagyon kedveltük azt a stílust. Nagyon jó, egy ilyen bulis, igazi bulis zene, és ez a zenekar az mindig inkább egy ilyen kicsit ilyen bulisabb banda volt. Úgyhogy ez egy nagyon jól eső dolog volt. Korábban mondtad egyébként, hogy néha témák között is lehet, így mutattad, hogy megnyaltad az utat, és lehet lapozni. Lapozni egyébként szoktál az életben is lapozni, így mondjuk, hogy mondod akár a, nem tudom, feleségednek. Ja, ez persze, abszolút. Lapozzunk. Igen. Vagy hogyha menjünk nincs, tovább. És ilyen kedvesen mondod, vagy pedig? Kedvesen. Kedvesen, persze. Amúgy te egy kedves. Én egy kedves ember vagyok, egy kedves, magabiztos ember, és ezt a magabiztosságomat szokták nagyon sokszor félreérteni, és azt mondják, hogy irgalmatlan, nagyképű és beképzelt vagyok. Ez egy ideig zavart, és próbáltam, az igazságérzetem az nagyon erős. Én nagyon szeretek egyébként vitatkozni, nem veszek el vitatkozni. Észszínűvekkel. Jó, hogy ezt így ketté bontottad. Abszolút. És hogyha egy vitába kiderül az, hogy nekem nincs igazam, akkor én bocsánat tudok
bocsánatot tudok kérni, és tudom azt mondani, hogy oké, jó, igazad van. Én a Diksánál jöttem rá arra, hogy a manipuláció az nem jó. Tehát nem szabad belefolyni más életébe, nem szabad. Imádtam manipulálni embereket. Nagyon szerettem. Hát a zene is az. A zene is az, a zene is az abszolút. Tehát meg minden művészet valahol manipuláció. Nem nagyon durva dolgokra ne gondoljál, de tényleg a apró dolgokban, amikor így, tehát én nagyon szerettem. Nagyon szerettem, de aztán rá kellett jönnöm, hogy nem, ez nem szabad. Nem szabad manipulálni embereket. Nem szabad mondjuk, de jó irányban, hogy például csak mondjuk mosolyogni. Jó, az is egy manipulálás, ha úgy veszük, hogy mész, és mondjuk szeretettel rá tudsz mosolyogni egy másik emberre, mert most ez lehet, hogy fura példa, de az is azzal is hatással, vagy megváltoztatod, persze. Manipulálod, ha úgy veszük, persze, ezt is lehet igen, annak persze, mondani, igen, csak most én nem akartam jókedvű lenni ma, mondja valaki, aki esetleg jókedvű lett a mosolyottól. Ez és mindig így néz rám, és mindig jókedvű leszek. Na és amúgy, amikor jössz, mész mondjuk az életben, akkor megtörténik ez, hogy bár egy nős ember vagy, hivatalosan is házasok vagytok évek óta, jól így tudom. Igen, hát nem most már 10 éve vagyunk együtt. Bocsánat, 11 éve. 11 éve házas vagy, de akkor megtörténik, hogy jössz, mész, és mint férfi ember egyszerűen óriás plakátokon mindenhol, meg a valóságban is ott vannak nők, akik egyszerűen ingerlően hatnak. Persze. És akkor belül például te mit csinálsz, hogy hagyod, és direkt játszadozol is ezzel, hogy ingerel, de jó ez az ingerlés, és hagyod és figyeled egy darabig, vagy pedig inkább azt mondod, hogy tudod, hogy úgy is ingerelne, és akkor inkább csak úgy kívülről és magadnak megmondva, hogy egyébként egy házas ember vagyok, tehát nem fair, hogy belemenni nagyon az ingerlésbe. Értem, amit mondasz. Nincsenek bennem elfolytások. Mert az elfolytások frusztrációt okoznak. Át kell formálni. De én úgy gondolom, hogy inkább azt mondom, hogy egy bizonyos szintig belemegyek a játékba. Tehát egy bizonyos szintig igen flörtölök. És ezt tök őszintén mondhatom, és hát a feleségem nem fogja azt mondani, hogy atya úristen, akkor te megcsalsz, vagy valami, mert nem. Tehát hűséges vagyok. Csak logikusan egyrészt színpadon teljesen máshogy viselkedsz, de vannak olyan, tehát hogy mondjam, amikor zenész vagyok, tehát amikor olyan közegben vagyok egy interjún, egy koncerten, egy partin, egy eseményen, bárhol, ahol én mint Tóth Szabolcs magánember vagyok, hanem mint Tóth Szabi, a sugárló, vagy a zeneszerző, vagy a producer, vagy a mit tudom én, éjendár, akkor ezekben a szituációkban abszolút persze fogékony az ember, meg valahol ez egy ilyen elvárt dolog is. Játék. Viszont hogyha ha meg privátban vagyok, tehát hogyha tényleg lemegyek a közértbe, stb., akkor abszolút, tehát akkor még hogyha valaki flörtöl is velem, akkor se esik le.